Talán az egyik legkevésbé ismert magyar kutyafajta a Moody, azonban az elmúlt években egyre népszerűbbé válik, hangzott el az első Moody világ találkozó Nyíregyházán. Ez annak is köszönhető, hogy munkakutyának is tökéletes és rendkívül okos, az egyik legkönnyebben tanítható fajta. Idén kerültek be a magyar pásztor és vadászkutyák a hungarikumok közé, ehhez tartozik a Moody is. Most kezdődnek el a magyar fajtáknak a genetikai vizsgálata. Mind a szülők, mind pedig a fajtában kialakítása egy olyan DNS pool felállítása, ami nagyon hasznos, ez nyilván költségesebb, és hát számítunk arra, hogy mivel idén lett a Moody Hungarikum, ezért kapunk egy kis támogatást is arra, hogy mint Hungarikum a hátteret meg lehessen támogatni, hiszen ha van egy DNS pool, az nagyban segíti azt, hogy tisztában maradjon a fajta. A Hungarikum Bizottságnak idén 4 kiemelt pályázata is volt, amelyre összesen 225 millió forintos forrás állt rendelkezésükre. A kiírt összegre túljelentkezés volt, jelenleg a bírálási szakaszban vannak a beadott pályázatok, eredményük várhatóan október elején lesz, ismertette az agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős helyettes államtitkár. A 4 kiemelt terület között van a hungarikumokat népszerűsítő rendezvények támogatása és a határon belüli és túli települések helyi értéktárbizottságainak kialakítása is. De segítik azoknak az alkotótáboroknak a kialakítását, ahol olyan mesterségek továbbadását biztosítják majd a fiatalok részére, amelyeknek nem biztosított az utánpótlás. A 4. terület a fiatal magyar dizájnerek támogatása, akik hagyományos motivumokat használnak a ruhák elkészítésében. Itt egy kollekció kialakítását és divatbemutatók szervezését is segíti a Hungarikum Bizottság. Jelenleg 67 hungarikumot jegyeznek hazánkban, de több eredménye is van az 5 éve alakult bizottságnak. Magyarországon, illetve határon túl már több mint 1000 településen létrejöttek a helyi értéktárak, helyi értéktárbizottságok. Azt gondolom, ez mindennél többet mond. Ez azt mutatja, hogy a közösségek nagyon jól reagálták, nagyon jól fogadták azt a lehetőséget, amit ez a törvény biztosított számukra, és pedig azt a lehetőséget, hogy teljesen önkéntes alapon, senkitől sem kényszerítve semmire, csatlakozzanak ahhoz az össznemzeti mozgalomhoz, aminek a során ők is megmutathatják, hogy ők mire büszkék, ők mit szeretnének másoknak megmutatni, és ezáltal így módon az értékeinket jobban megbecsülni. A helyettes államtitkár hozzátette, a következő lépés, hogy ezekkel a hazai értékekkel valamilyen gazdasági hasznot is tudjanak szerezni.